Gyakorlatilag a kriptopiac összetételéről, ugye a kezdetektől napjainkig, hogyan látjuk mi a piacot a közeljövőben az elmúlt időszak eredményei és történései alapján, milyen történések, milyen változások terelik az embereket a kriptopiac irányába? Szerintem sokkal nagyobb történések vannak, és ahhoz képest nagyon kevés ember kap észbe. És a piac az mozog, és egyre inkább fog mozogni. És ezt eltusolni nem lehet. Hogyha szűkül a piac a bankszektor felé, az emberek máshova fogják betenni a pénzüket. Nagyobb piac, nagyobb kereslet, magasabb ár. Bázis szeminárium az pont erről szól. Itt akartak a hétköznapi emberek megértsék, hogy miről szól ez a dolog. Szép estét! Na, csak gyorsan összeterelődtünk itt. Szana szét a nagyvilágból sikerült végre összejönnünk újra. Kornél, egy sikeres, min voltál, könyv? Könyvbemutató, író-olvasó találkozó, valami ilyesmi. Igen, hát azért nem árt egy-két gondolatot mondani arról, hogy ugye nem régiben, azaz most a napokban került a könyvesboltokba az új könyved. Hát így van, de most nem ez lesz a témánk. Nem ez a témánk, de nagyon fontos téma, hogy egy nagyon komoly szakember van köztünk, aki egy nagyon jó könyvet is írt. Már nem az elsőt ráadásul. Na, hát akkor vágjunk bele a témába. Gyorsan összefoglalnám, hogy milyen témákat érintünk ma ebben a közel fél órában. Gyakorlatilag a kriptopiac összetételéről, ugye a kezdetektől napjainkig, hogy körülbelül kik a szereplői, hogyan bővült az elmúlt évek alatt a piacon résztvevő emberek aránya, illetve összetétele. Hogyan látjuk mi a piacot a közeljövőben az elmúlt időszak eredményei és történései alapján? Egy nagyon fontos kérdés. Milyen történések, milyen változások terelik az embereket a kriptopiac irányába? És egy nagyon érdekes kérdés, hogy Szilárdnak van itt egy olyan kérdése, meg azt hiszem neked is, Kornél, ugye egy érintőlegesen a német piaccal kapcsolatban milyen tapasztalatok vannak. És ha még belefér az időbe, akkor esetleg néhány gondolatot a dubai történésekről, milyen híreket hoztunk onnan, és hát a végén egy-két beharangozó, hogy mi lesz az elkövetkezendő időben. Na, tehát az első téma, hogy ti hogy látjátok így az elmúlt évek alatt a kriptopiac összetétele, hogyan alakult? Melyikünk kezdi? Melyikötök kezdi? Nyilván most nem 2010-ről, mert egyikünk se volt itt, ha jól emlékszem, ha jól tudom. Még csak ugattuk a holdat, de gyakorlatilag a hírek alapján azért van némi fogalmunk, hogy kik kezdték el ezt az egész kriptopiacot. Melyikötök szólal meg? Hadd ne én beszéljek. Ja, hát az igazság az, hogy valóban nem voltunk itt sajnos, így utólag mindannyian azt hiszem, így gondoljuk, és viszont nagyon sok olyan szakembert hallgattunk meg az elmúlt 2-3 év alatt, meg találkozhattunk velük, akik viszont ott voltak az elején, és az elejétől ott voltak. Hát jó részük számítógépes szakember, ugye ezt tudjuk, onnan indult az ott dolog, az volt a bölcső, de hát utána ez azért kiszélesedett, és hát nem is tudom, hogy a kisbefektetők, vagy egyáltalán lehet-e befektetésről beszélni, miután megindult a kriptó, de miután a kriptopiac megindult, nyilván ezzel együtt járt. És aztán mostanában talán a tavalyi évben volt az, amikor a nagy befektetők is megmozdultak, amire nem volt példa előtte az előző években. Tehát ahogy a piciből, a csírából indult, nagyon sokáig csak csíra volt, és aztán egyszer csak berobbant, és az elmúlt 2-3 évre tehető ez a berobbanás. Az átalakulás, majd rátérünk gondolom arra, hogy mi tereli az embereket, szerintem sokkal nagyobb történések vannak, és ahhoz képest nagyon kevés ember kap észbe. De majd erről beszélünk még talán. Úgyhogy
És akkor most már itt vannak a nagy befektetők is, a mi dolgunk pedig ugye, vagy a lehetőségünk, inkább így fogalmazok, az a buy and hold stratégia. Eddig is így volt, meg a régi tőzsdén is ez egy jó bevált stratégia volt, de majd erről mondok még két mondatot, hogy miért, nálunk miért jó. Igen. Hát gyakorlatilag ez jó, hogy tehát nagyon jó, amit mondtál itt a nagy befektetők, mert ugye mi már pont itt voltunk ebben a szakaszban, amikor ezek megjelentek. Tehát igazából előtte, hogy mondjam, én azt gondolom, hogy mi is azért érintőlegesen kaptunk erről információt az elmúlt években, így a kriptóval kapcsolatban, de mindig valahogy azt éreztem, hogy ez egy ilyen ügyeskedős játék, meg ilyen szerencsevadászat, hogy összejön, nem jön össze, miben nyúlsz bele, jó lesz-e, nem lesz jó, mi is részt vettünk egy-két olyan dologban, ahol elvileg bányáztunk valamit, aztán kiderült, hogy csak nem tudom, akik elkezdték, vagy akik beszedték a lóvét, azok bányáztak, kibányázták a mi zsebünkből a lóvét, tehát én azt gondolom, hogy ez egy ilyen érdekes időszak volt, ez egy ilyen 2016-17-18, nem is emlékszem már nagyon rá, vagy 20, vagy 2019, nem emlékszem pontosan, de a lényeg az, hogy ez ilyen, egy kicsit egy ilyen, mint a vadnyugat őskora, vagy nem is tudom, hogy mondjam, valami ilyesmi lehetett, és hát nekünk is egy óriási változást hozott, ugye a 20-as évben, amikor megismerkedtünk a BDC-vel, és ezzel a fajta stratégiával, ezzel a fajta gondolatvilággal, és ezzel a fajta koncepcióval, amiben aztán tényleg nagyon komoly eredményeket értünk el nagyon sokan itt a BDC-ben. És a másik, ugye, ami nagyon érdekes kérdés, hogy a piacnak a mozgása, hogy ahogy megjelentek az úgynevezett bálnák, a nagyok, hogy ezek megcsapkodták a farkukat, hogy milyen érdekes piaci mozgásokat tudtak létrehozni. Ez egy nagyon izgalmas dolog volt, és én azt gondolom, hogy ez is része annak, ami ugye a következő témában, hogy az emberek mennyire óckodnak, mennyire tartanak, mennyire meg lehet ijeszteni őket egy-egy információval, ugye? Mondja, Szilárd. Üdvözlök mindenkit. Elsőlegesen még két dolgot szeretnék. Maga a piaca, vagy a kriptóval igazából nekem olyan 2,5-3 éve talán, ahogy elkezdtem rebesgetni. A pénzügyekkel szerettem foglalkozni, és mindig is utána néztem, de mindig is féltem akár a tőzsdével is foglalkozni. De Kiyosaki könyveit mindent is olvastam, és még Kiyosaki nyitotta föl nekem a szememet a kriptók irányába, mondom, ez miért beszél a kriptókról, mi merre, meddig, és utána kezdtem egy kicsivel jobban utána nézni, de a kriptó talán el kellene választanunk magától a technológiától, tehát ha még nem is lenne Bitcoin, vagy nem is lenne Ethereum, vagy nem is lenne akármilyen coin, akkor is maga a technológia háttérben ott van, és a technológia fejlődik folyamatosan, és a cégek is egyre inkább rábannak, majd hogy nem automatikusan kényszerítve avval, hogy ebből a piaci ritmussal fölvegyék a, vagy ő piaci versennyel fölvegyék a ritmust. Aki kimarad, az lemarad, és egyre inkább erről szól az egész. Az, hogy bálnák voltak akkor is, meg most is vannak, csak lehet, hogy nem akkora volumenűek, mint most már, hogy vannak, és ha valaki egy picit is utána mer nézni, ez egy megfelelő nyitottság kell az embereknek, és egyre inkább nyitottak szerintem az emberek, de még mindig, ha úgy nézzük, elenyésző. Hogyha azt nézzük, akár a Microsofttól kezdve, a Teslától kezdve, majdhogy nem bármilyen nagy céget nevezhetünk meg, ugyanúgy akár a digitális világba, a NFT-kbe, akármi fektetnek be, és nagyon egyre inkább jönnek befele ezek a úgymond nagybefektetők, és a piac az mozog, és egyre inkább fog mozogni. És ezt eltusolni nem lehet, szerintem. Ja, és akkor mi, mint kisbefektetők, ugye, mint a kisbefektetők, és itt visszakanyarodhatunk az előző gondolatra, hogy itt a nagybánáknak az árnyékába, hogy mit tudunk tenni. Na, és itt jön a stratégia szerintem. Itt van a jelentősége annak, ahogyan a mi cégünk is, gondolom mások is, de tudják ezt komolyan venni, de nálunk ez nagyon komoly. Így van. Tehát hogyan látjuk mi a közeljövőt? Tehát hogy hogyan gondolkodtok ti ebben a témában így a elkövetkezendő 1-2-3 évben? Hogyan gondolkodtok? Mi a véleményetek erről, hogy milyen irányban fog elmozdulni a piac? Már így számokban, statisztikában, létszámban.
Hát Kiyosaki, akit emlegetett Szilárd, most éppen volt egy friss hír megint csak tőle, és hát ő igen pozitívan nyilatkozik. Hát a világ helyzetéről nem, de ebből következően a piaci helyzetről meg nagyon pozitívan nyilatkozik, hogy meg fog ugrani. Én nekem ez meggyőződésem, mert ugye én nem tudom a hullámokat, hogy hanyadik, utána lehet nézni, de Karesz talán tudja, hogy a harmadik, vagy én a negyedikről tudtam, de... Jelen pillanatban a harmadikban vagyunk állítólag. A harmadik vagyunk, tehát... vagy hullámba vagyunk. De és voltak ettől kisebb hullámok, mint ahogy a hagyományos tőzsdén is ez előfordul, és tudjuk, hogy ez hogyan működik igazából. Tehát nyilván jogosan számítunk arra, hogy a piac meg fog indulni, és van, aki ehhez nem fűz akkora reményt, és azt mondja, hogy nem attól fognak az árfolyamok megugrani, de én meg biztos vagyok benne, hogy hatalmasat fognak megugrani az árfolyamok, de ki kell várni kétségtelen. Nekem ez határozott érzésem, meg én biztonságban érzem magam ez ügyben. Kétségtelen, hogy nincs szándékomban kivenni a befektetéseimet, egyszerűen béké hagyom, és kivárom a megfelelő pillanatot. Ez mondjuk a harcművészetekben is így van. A megfelelő pillanatra kell csak várni. Ez így van. A csapásoddal is legyőzheted az ellenfelet, szokták mondani. Jaj. Említetted, Szilárd, a technológiát, tehát hogy a technológia rendkívül módon fejlődik, és ugye egyre több cég fejleszt, és egyre komolyabb és egyre nagyobb mennyiségű pénz áramlik erre a piacra. És ugye itt jön be a másik hír, hogy ugye az általunk használt hétköznapi pénzek is lassan digitalizálva lesznek. Hogy itt miben látjátok a különbséget a decentralizált, illetve a úgynevezett centralizált, vagy CBDC-kben, amit ugye a kormányok terveznek, hogy a pénzünket digitalizálják. Hogy ebben milyen csapdát láttok ti? Sanyinak ő nagy szakértő ez ügyben. miből gondolod, hogy ez így van? Én már hallottam, amikor erről beszéltél. Hát igazából teljesen az egész CBDC egy nagy csapda, hát ezt tudjuk nagyon-nagyon jó. Ugyanolyan csapda, mint a bankszektor, tehát végül is a bankszektort át fogják menekíteni a CBDC-be. Valamilyen szinten ezt fogják összekapcsolni, mert hát bele akarnak, a lényeg az, hogy belenéznek a zsebedbe, le tudjanak kapcsolni, ha kell, ugyanúgy, mint hogy lezárnak egy bankszámlát, le fognak tudni zárni egy digitális számlát is, ha kell. Kérdés itt, hogy most mik lesznek ezek a szabályozások. De az biztos, hogy a CBDC az nem a legmegfelelőbb irány, bár próbálnak terelni minket arra. Ez látszik teljesen tisztán is most, hogy Amerikában most a SEC miket csinált most az elmúlt napokban, például a BUSD-vel. Tehát azt mondták, hogy nem lehet vele kereskedni. Tehát, szóval ilyen emberek mit csináltak? Elkezdték eladni a Binance-nak a saját USDT-jét, végül is USD-jét. Úgyhogy ez egy olyan dolog, hogy ott nem lehet kereskedni, lehet majd máshol. Tehát most ez próbálnak ők keresztbe tenni, amennyire csak lehet, de jobban fel fogják ismerni, hogy nekik is ez egy jó kis hely az, hogy itt helyezzék el a piacon a pénzüket. A másik pedig az, hogy nem kell ahhoz szakértőnek lenni, hogyha szűkül a piac a bankszektor felé, az emberek máshova fogják betenni a pénzüket. Mivel hogy evidens, hogy szeretnének látókörből kikerülni, illetve nem látókörbe bekerülni az állam szempontjából, evidens, hogy más alternatív megoldásokat fognak találni, ez emelni fogja a piacnak a volumenét. Nagyobb piac, nagyobb kereslet, magasabb ár. Tehát én nem hiszem, hogy nagy matematikusnak kell lenni ahhoz, hogy lássuk azt, hogy az embereknek a nagy része nem tudatosan fog a kriptópiac felé orientálódni, hanem azért, mert már a szomszéd is ott van. Igen. Tehát igazából ez fog történni. Egy dolog eszembe. Hogy ez történik, ezért evidens a keresletet ezzel növeli, és mivel növeli a keresletet, evidens, hogy fölfele fog menni az ár. Hát csak tényleg az van, hogy nálunk már ennél a cégnél, meg úgy magunk közt, akik már ezt tisztában látjuk, evidens, hogy tudatosabban gondolkodunk, mert hát vagy tudatosabbak voltunk előzőleg, de én magamat ők nem sorolnám ezek közé, tudatosok közé, mert általában nem óriási tudatossággal szoktam dönteni, hanem inkább az, hogy megérzek egy-két dolgot, éváikat, Karcsit ismertem, inkább az vonzott ide legelőször, aztán később beletanultam dolgokba, és én megmondom őszintén, nem a buy and hold stratégiával jöttem ide, meg is fizettem az árát, különben. Igazából később jöttem erre rá, hogy ezt másképp is lehet, és az én magam stratégiája mindenképpen az lesz, hogy próbálok ebben az időszakban minél több darabszámot növelni.
ez tűnik a legeslegnormálisabbnak, csak hát evidens pénzt kell csinálni ahhoz, hogy legyen pénzed befektetni. De tudjuk nagyon-nagyon jó, hogy megijedni nem szabad. Hogyha az ember tudja azt, hogy ez a piac egy volatilis piac, és mindig a felmenő ág után jön egy csökkenő, akkor kivárod azt a pillanatot, amikor neked megfelel. És akkor, hogyha mindenképp hozzá kell nyúlod, akkor nyúlsz hozzá. Úgyhogy azt hiszem, hogy elég nagy kriptó tél után vagyunk, és most azért szerintem most már csak valami más mozgásnak kell következnie. Eladni, venni, eladni nem akarok, ez biztos, úgyhogy nem javaslom senki más. Talán ennyi, egyenlőre. Szilárd, valamit említeni? Igen, már ezt nem vétott egyébként, hogyha most megnézzük a kis befektetőt, nagy befektetőt, vagy megnézzük az országokat is, és hogy mekkora úgymond lehetőség vagy potenciál van magába a kriptóba, hogy például ott volt Oroszország, tudomásom szerint a SWIFT-et megtiltották, tehát effektíven lekapcsolták a bankrendszernek a működéséről, kriptóban meg simán tudta mozgatni ugyanúgy a pénzét. Tehát ameddig egy ország, és nem egy ország volt már, ugyanúgy Oroszország, Kína is, így tiltjuk meg, szar, meg az egész nem jó, a kriptó, meg minden, utána például Oroszország is ugyanúgy mit tudott csinálni? Azt csinálta, hogy fogta, amit a bányászatból energia tartaléka volt például, vagy energia fölösleg, azt viszont bányászatra ugyanúgy tudta használni, már kriptobányászatra, tehát mondjuk például olajtermelés, vagy akármi. Tök egyszerű, nagyon-nagyon egyszerű. Érdekük, tehát ez megjön olyan, hogyha az egyik állam most elkezdi rosszá ízzel emlegetni a kriptót, közben a másik ország meg beleáll jó irányba, akkor ez kockáztatja azt, hogy lemarad. Tehát ez saját maguk alatt úgymond vágják a fát, de ebben a központosított digitális valutával ebben nem fogják tudni megvalósítani. Véleményem szerint lehet, hogy lesz egy ilyen központosított digitális valuta rész, meg a nem központosított, tehát a decentralizált, tehát ergo nem tudom, hogy ezt hogy fogják majd úgy megoldani, hogyha ezt valamelyik ország bevezeti már, ami előre láthatóan lesz ilyen, de hogy azt hogy oldják meg, azt... Már van ilyen, hát Kínában már működik. Ja, végülis igen, akkor van, hát rossz példa az ott van előttünk, tehát az egyik véglet szerint, ami Kínában zajlik. Tehát és még Sanyi nem is fejtette ki teljesen a dolgot, mert nem csak hogy ellenőrizni tudják majd minden lépésedet, hanem hát szabályozni is fogják tudni, hogy mit vásárolsz, miért vásárolsz, mennyit vásárolsz, mikor vásárolsz, gyakorlatilag bármit megtehetnek. És egyáltalán... Ezt is akarják, ez is a lényeg. Ja, igen. Ami Szilárd említettél most, hogy az országok nyilatkoznak ezt, meg ez meg egy külön témánk kéne egyszer legyen majd, ugye, hogy ki, mikor, mit mond, miért mondja, ki mondja. Ugye ezt megtanultuk már az elmúlt két év alatt, hogy igen, sokszor pontosan igen, az ellenkező. Tükörből kell nézni a dolgokat, és akkor látjuk pontosan sokszor. Igen. Igen, erre volt egy-két nagyon, nagyon eklatáns példa. Igen. Sőt, régi hírt csomagoltak újra az újságban, emlékszel, valamelyik Deutsche Bankos hír volt, ami egy évvel ezelőtti cikk volt, de újra csomagolták és bedobták, és lett belőle megint egy kis negatív visszacsatolás. Tulajdonképpen a kérdés az, hogy véleményetek szerint mi az a jó irány, amivel mondjuk az embereket lehet, az embereknek fel lehet nyitni a szemét. Tehát mit lehet tenni ez ügyben? Tehát mi az, ami értelmes lehet ebben a dologban? Sanyi, olyan így csináltunk. Véleményem szerint, tehát hogy mondjam, normálisan az lenne, hogy az emberek tanulják meg, vagy afelé orientálódjanak, amit a józanész diktál, csak tudjuk nagyon jó, hogy ez nem így működik. És itt emiatt én azt gondolom, hogy ugyanúgy, mint ahogy magában az üzleti részében, abban, amit csinálunk, meg kell keresni azokat, akik szövetségre tudnak lépni velünk. Nem tudsz más csinálni egyszerűen csak ezt. De azt, hogy most én fogom magamat, és valakit megerőszakolok azért, hogy értse azt, amit én mondok, annak ellenére, hogy ő nem akarja, hát erre szerintem senki nem tud vállalni. Előbb-utóbb úgyis vinni fogja őket az ár, mert nem lesz más választásuk. Mikor már a zöldséges néni is a kriptóról fog beszélni, akkor már csak félelemből be fog regisztrálni valahova, hogy kriptóba tartsa a pénzét. Nem azért, mert tudja, mint mi se tudtuk eleinte, legalábbis én nem. Aztán később majd viszi magával a
hullám, nem tudsz mit csinálni. Tehát én azt gondolom, az én stratégiám mindenféleképpen az, hogy nem akarok nagyon, nagyon oktatni senkit, mert egyszerűen ebbe bele fog bolondulni, és nem is nagyon szeretnék, hanem megkeresem azokat az embereket, akik egyáltalán nyitottak erre a témára, és azokkal elbeszélgetünk, azt hoznak ők egy olyan döntést, ami végül is... Én, ahogy mi sem az elsők közt döntöttünk így, hát valljuk be őszintén, nem? Ugyanúgy mások is ugyanezt fogják csinálni. Tehát nem várok egyáltalán más hozzáállást az emberektől, mint ami nekünk volt. Csak evidens, most nagyobb tudással tudjuk ezt kommunikálni, mint annak idején. Ennyi az egész. Tehát úgy gondolom, hogy ez lesz. Alapvetően az... Mi bízhatunk abban, hogy több emberben érik meg. Parancsolj? Mondd. Pándornak a gondolatára kicsit még hozzáfűzném, hogy igen, hogy aki hajlandóságot mutat rá, vagyis hát effektív el kell mondani az embereknek. A probléma onnan adódik, hogy nem az iskolába tanultuk meg a pénzügyi intelligenciát, ott nem arra tanítanak, hogy hogy kezeld a pénzt meg, hogy tudjad fialtatni, vagy egyáltalán, hogy gondolattal, hogy teremted akár a betevőt például. Ez mindenki, hogyha valaki elindul azon, hogy úgymond azon az úton, hogy picit nyitottabb, hogy egy kicsit más irányból, vagy utána néz például magának a pénzügyeknek egyáltalán, akkor onnan már van esély. Nem lehet senkit sem megerőszakolni, ha valaki nyitott rá, és saját magával szemben annyira úgymond igényes, hogy egy picit a pénzügyeinek jobban utána néz, és az intelligenciáját, a pénzügyi intelligenciáját picit elkezdené fejleszteni, az annál már járható út lehet, mert hát nem biztos, hogy mindenkinek járható. Valaki nem jó kezeli például a dolgot, de maga a cég is, a Blockchain Digital Capital pont ezt tudja nyújtani, hogy amit én is utána néztem a pénzügyeknek, több pénzügyi könyvet elolvastam, és valahogy mindegyik arra jutott, hogy lehet kereskedni, rászánni az időt, idegbajt kapni, a családtól elvenni az időt, és varázsgöbbünk nincsen, nem lehet tökéletesen megfejteni az alakzatokat, meg minden, csak tippelni lehet. Ergo, valamikor nyerünk, valamikor veszítünk, de hosszú távon valahogy mindig a buy and hold stratégia az, hogy folyamatosan befektetni a piacba, ha magasan van, akkor is, ha alján, akkor is nem lehet tudni, mikor van az alja, mikor van a teteje, de hosszú távon a buy and hold stratégiával még mindig sokkal jobb eredményeket lehet elérni, és a cég ezt meg biztosítja, meg a technikai háttér is ott van mögötte. Igen, de akkor ha már itt tartunk, ugye a kommunikációnál, mert Sanyi is beszélt, ti is beszéltetek erről, akkor azért említsük meg, hogy mi is, hol tanultuk meg ezt. Itt a cégnek a bázis szeminárium az pont erről szól. Gyakorlatilag a hétköznapi emberek megértsék, hogy miről szól ez a dolog. Ugye ezért vannak mindig szakmai előadások az elején, illetve ezért vannak egyéb technikai és egyéb jellegű előadások, pontosan ezért, hogy az emberek ismerjék meg. És aztán nyilván el fogja tudni dönteni a kapott információk alapján, eljön egyszer, eljön kétszer, kipróbálja, és amit én fontosnak tartok ebben a buy and hold stratégiában, illetve amit a BDC ajánl a hétköznapi embereknek, hangsúlyozom, hétköznapi embereknek. Nem a tőzsdei szakembereknek, meg a pénzügyi szakembereknek, akik guruk, és saját maguk csinálják ezt az egész matekot, bár én azt gondolom, hogy ez sokkal több időt és energiát emészt föl, de nyilván van, rövid távon lehet komoly eredményeket elérni. Kinek ez, kinek az? De a hétköznapi átlagember, aki szeretne erre a piacra belépni, annak nincs ideje arra, behozni 2-3-4 év tudást, meg elkezdeni, hogy kell tőzsdézni, annak ez az út a legbiztonságosabb, kézenfekvőbb, és hosszú távon a legeredményesebb stratégia, amit a BDC kínál. Nyilvánvalóan most ugye azért nagyon sok új információ fog a birtokunkba kerülni, nagyon sok újdonságot hoztunk Dubajból, és hát ennek március 4-én lesz ugye a premiere a bázis szeminárium, az offline bázis szeminárium Budaörsön, de ezt majd erről úgy is beszélünk. Tehát említettük azt, ugye, hogy egyre jobban a pénzügyi átmenet a decentralizáltba
ezt elég komolyan nehezítik. Tehát, hogy a kriptopiacra hogy be tudjon lépni egy átlagember is. Ezt azt gondolom, hogy egyre nehezebbé fog válni az évek során. És mind a kettőtöknek, Kornél, neked is, meg Szilárdnak is van tapasztalatod ebben. Egy-két mondatban beszéltek erről, hogy mi volt ez a folyamat. Már a nehézségek? Arra gondolsz a banki? Igen, 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 igen. Hát nekem nem közvetlenül, közvetett tapasztalatom volt az egyik munkatársam. Azt tudom, hogy közvetett. Péter, és ő elég nagy pénzeket vett elő, meg adott el magyarországi házat, földet, ezt-azt, és hát az a procedúra, amin ő hónapokon keresztül, az nem heteken, hónapokon keresztül, amin átment, amit ő mindig elmesélt, hogy egyrészt, hogy honnan a pénz, először ugye ez volt a téma, aztán miért akarja mozgatni, mire akarja használni, hova akarja tenni, és miután ezt mind tisztázta, nagyon hosszú időkben és rengeteg energiába, akkor utána kezdték bombázni az ajánlatokkal, amit megint csak ki kellett védenie. Banki ajánlatok voltak mindegyik nyilván, és ez nagyon hosszú idő, tehát tényleg hónapokig tartott. Talán két hónapig is tartott, mire vagy két harmadik hónapra tudta a pénzét oda tenni, ahova ő akarta. Ez tanulság volt nekem, és hát ő elég sok negatív dolgot sorolt fel annak idején, úgyhogy nem is volt jó hallgatni ezeket, tulajdonképpen kell mondjam, mert Magyarországon ezt nem ismerjük, ezt a dolgot azért. Itt is van ellenőrzés, itt is vannak utánajárás, de azért ilyen szinten, amit ő elmesélt, az nem. De Szilárdnak talán közvetlen tapasztalata van erről. Mert... Hát annyi, hogy most példának mondom, hogy az embereket mivel lehetne esetleg a kriptó irányába úgymond, mondjam azt, hogy csábítani, vagy fölnyitni a szemüket, a személyes tulajdon, vagy privát jog, privát tulajdon, ami a kriptó úgymond meg tudja adni. Bankszámlám hiába az enyém, Németországban vagyunk, hirtelen lecsapják a számlámat, lecsapolják a számlámat, leblokkolják a számlámat, olyanok, még ha vagy jogosan, vagy jogtalanul, nincsen beleszólásom semmibe, és volt egy nagyon egyszerű példa, egy nagyon szemléletes példa, hirtelen akartam egy kurzust kifizetni. Az egyik mentoromnak mindegy képzés volt YouTube-ra, vagy valamilyen csatornára, és akkor hát a számláról nem tudtam úgy hozzájutni, és gyorsan kellett, tehát meg volt az, hogy ez egy napon belül van a határidő. És kriptóba, az egyik portfólióba, egyik váltón volt úgy pénz, hogy azt kriptót át tudtam váltani, és négy, az volt az érdekes, hogy ja igen, mert a kártyámat nem tudtam úgy akkor használni, a vizát nem úgy fogadta el, és négy váltón, az a lényeg, vagy négy bankon keresztül mozgattam át a pénzem vasárnap este, és reggelre meg ott volt egyből már a megfelelő helyen. Ameddig a bankosok aludtak például, tehát a bankba is még reggel még bemész, akkor először még a kávéjukat megusszák, meg utána majd akkor foglalkoznak veled. Ez vasárnap este 0-24 be tudsz a saját pénzeddel, a saját tulajdonoddal úgymond gazdálkodni, és nincsen hozzászólásuk, nem tudnak vele mit csinálni. A blokklánc technológia, ami a háttere a dolognak. Igen, igen. Igen, hát ezek a legfontosabb ismérvei. Ugye a gyorsaság, a részben az anonimitás is fontos, de az, hogy gyakorlatilag tényleg nagyon gyorsan tudsz pénzt mozgatni, nincs arra, hogy is mondjam, akadály, hogy itt valakivel bármilyen megoldásról, vagy bármilyen üzleti ügyben határidőt kötött ki, akkor az gyakorlatilag tudod, gyakorlatilag real-time tudod lebonyolítani. És ez rendkívül fontos. És arról ne beszélve, hogy nagyon kedvező áron működnek ezek a tranzakciók. Még egy dolog jutott eszembe, a cég alapító Zinát mondta Pesten, amikor találkoztam vele, ő mondott egy nagyon, hogy nevel a pénznek hogy odafigyeljél, hogy most mit, hova. Mert itt egy karakter, az egy karakter. Egy karaktert elérsz, akkor nem az. Tehát nem az, hogy bemész a bankba, és akkor már kinyalják a fenekedet, és akkor majd elintézik, hogy ide utalja, oda utaljál. Oda ülsz a gép elé, vagy te utalsz valakinek, vagy effektíve küldöd a pénzt egyik helyről a másikra, a te felelősséged, és felelősségre nevel nagyon a kriptó. Ami az is nagyon fontos. Igen, hát ez...
Ugye? Zárszónak is jó volt, ezt mondom, mert időnk van, tudjad. Igen. Jó, már csak egy annyit foglalnék össze, hogy gyakorlatilag holnap egy nagyon izgalmas témában lesznek néhányan a BDC-től, Regina vezetésével, két volt biztosítás szakember, illetve ebben a témában az építi, illetve a életvédelem, megtakarítás témakörét fogják egy kicsit feszegetni, azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas téma lesz, és a jövő héten hétfőn újra jövünk egy másik témával, a beharangozót majd látni fogjátok, illetve március 4-ét újra meg kell említenem, offline bázis szeminárium, Budaörs, izgalmas újdonságokkal, egyébként az egész év nagyon sok újdonságot fog hozni a BDC életében, nagyon sok új fejlesztést, tehát mindenképpen érdemes figyelni és kérdezni az ismerőseitől, partnereitől, hogy mik ezek. Köszönjük szépen a figyelmet, köszönöm, hogy itt voltatok. Mi köszönjük. Mi is köszönjük. Mindenki tudhat tovább a dolgára. Sziasztok. Jó utat, Kornél. Szia, szia, hello, Szili. Sziasztok. Hello, sziasztok. 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 Hello. Hello.